A Leventét az a vád érte, hogy azért bomlott fel az Illészenekar, mert ő szólólemezt csinált. Úgyhogy amikor arra gondolt, hogy egy Hazatérés című lemezzel egy újabb szólólemezt készít, jelezve, hogy ő a Fonográf nemzetközi sikerének kedvéért nem hagyta el a hazai közönségét, akkor egy kicsit tartott attól, mert hát a Fonográfban is már voltak feszkók, meg a 70-es évek végén az őszinte kőkemény rock hullám az tulajdonképpen elsöpörte a mi finom, szofisztikált, West Coast-os amerikai zenei felfogásunkat. Szóval nem akarta magára vállalni, hogy akkor az ő szólólemeze lesz a Bűnbak, és rábeszélt engem, hogy én is csináljak egy szólólemezt, hogyha ebből balhé lesz, akkor azt neki ne egyedül kelljen elvinni. Na így lett az én első szólólemezem, a Hungarian Blues, és nem véletlenül, hogy ez a féle ikerlemez, mert tökéletesen olyan tervezett borítóban, nagyon hasonló formában megjelent egymás mellett, és tulajdonképpen ennek a lemeznek a sikere avatott aztán engem végül úgymond ilyen önálló szólista gyanús szerepbe a színpadon. Azért abból megéreztünk valamit, hogy ez egy brand name, ez egy márkanév, hogy Szörényi Bródi dalokat írunk. És viszonylag hamar azért kiderült az, hogy hát a Levente zenei fantáziája az nagyságrendekkel felülmúlja az enyémet, én viszont a énekelhető szavak területén vagyok egy kicsi fantáziadúsabb, hogy kialakult, hogy akkor ő a zeneszerző, én vagyok a szövegíró. Később a Levente már egyáltalán nem írt szövegeket. Számára természetes volt, hogy ő akár milyen zenei struktúrát kitalál, akkor van itt a haver, aki erre kitalálja, hogy milyen jópofa magyar szövegíró, szövegeket kisiparos. Lehet írni. Kezdetben tényleg a féle szövegíró. Én egyébként ezt a műfajt iparművészetnek tartom, ilyen zenei, irodalmi iparművészetnek. Tehát azt bőven bevállalom, hogy egy ilyen szövegírói iparművész vagyok tulajdonképpen. Hogy én ezeket meg tudom írni, ehhez van tehetségem, szókincsem, fantáziám. Amikor úgy alakult idén, hogy betöltöttem a 75. életévemet, és sajnos elmaradt az aréna koncert, amit tavasszal terveztünk, és akkor a Mentler Krisztina menedzserem kitalálta, hogy akkor talán valami kis gyűjteményt kéne abból az alkalomból, valami szülinapi dolgot, hogy akkor keressük ki a 75 legjobb szöveget, és akkor az jelenjen meg. Akkor tulajdonképpen magunk is elcsodálkoztunk rajta, amikor megnéztük azt, hogy azok a dalok, amik az én szólólemezeimen szerepelnek, az még több is, mint én adok elő, azok egy kis helyesbítéssel, el kell hagyni egy-két számot, amit eredetileg másnak írtam, de aztán én is. Pont kijön ez a 75-ös szám, és ez egy ilyen mágikus, misztikus, jel, nem? Misztikus, igen, ómen, hogy akkor ez az a 75 dal lesz, ami ebből az alkalomból megjelenik. Aztán még hozzátettünk plusz egyet, jelezve azt, hogy nem zárult le az élet. Hát ez a fontos, hogy igazából persze nekem is, bocsánat, nekem megvan ugye az első nagy, amiben a Illéstől vannak, hogy azért ez egy nagyon fontos folytatáskönyv ennek. Tehát, hogy most nem azt mondom, hogy még kéne egy harmadik rész is, úgyhogy légy szíves, igen, minimum 75-öt még a következő években. Szabad legyek.